big boom. Sziasztok! Csekkoljátok le most a shopomat, a különleges PG-t és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Van minden így szépen, így nagyjából is sorban van téve. Oké. Jó van, azon jövök, professzor, itt vagyok. Jó van. Kell esetleg még bármilyen cucca a főzethez? Ja, pár potit még dobjál ide, mert még jó lenne. Pillanat, hozok akkor ilyeneket. Jó, oké, na itt is van. Köszi. Itt van az összes cucc parancsolom. Jó, köszi. Jó, igen, rendezek tovább meg ilyenek. Na, okay, szóval, igen, erőpotik ide, jó, erő, igen, erő. Amúgy ezek mire jó? Nézzük meg. Bam! Hú, ez tökre. Jaj, nem dobtam el semmit, ez csak ez csak ilyen cucc, nem tudom, látom. Ez mi. Nem tudom. Ne dobáld a potikat, mert érték. Na, szóval, van generáció is van minden. Oké, na, ez viszont most elég nem én voltam amúgy. Hallom, ez csak úgy hallatszódott, de amúgy nem történt semmi. Jó, oké, és ez mit tud? Mik vannak még itt? Lassúság, mit tudom én, lassú zuhanás. Erre mondjuk esik kíváncsi vagyok. Hú, na nézzük! Wow! Jaj, te menő! Ez nagyon király! Jaj, bocsi! Valóban nem veszek be a potikat? Jó, tényleg az voltam ilyenek. Nem tenném. Na, kell még valami amúgy, professzor úr? Ja, igen? Egy pár potit amúgy ide dobhatsz, hogyha akarsz. Adom is magának, itt is van, parancsolja. Ja, nem dobni kell, bocsi, adni kell. Jó, oké, bocsi, még kezdő vagyok, hát na azért még... Hát jó, de azért potikat eldobjod be a leső. Amúgy, professzor úr, eszembe jutott egy kérdés, amit meg akartam tenni, csak nem nagyon volt idő rá. Amúgy maga ezeket így miért csinálja ezeket a dolgokat? Mi az oka? Hát gyógyszereket csinálnak igazából az embereknek, ilyen nagyon durva betegségekre, amiket nem lehet meggyőzni. Értem, szóval ilyen gyógyszerek meg ilyenek, és amúgy kiken teszteli ezeket? Vagy hogy teszteli? Mert azért mégiscsak valahogy ezeket le kell tesztelni. Jó kérdés, hát általában valóban szoktam, szóval igen. Tényleg magán szokta? Na jó, király, jól van, oké, és akkor maga tényleg nagyon bátor, meg örülök, hogy már elhoztak meg minden. Na jó, van, oké, és viszont szerintem lassan letedik a műszakom, szóval szerintem én lassan megyek haza. Jó, menjen nyugodtan. Aztán, ja, vigyázzon magára, jó éjszakát, meg ilyennek, professzor úr? Igen? Nem szokott lenni egy kulcs az ajtónál? Esetleg, vagy valami? Mert itt nem nagyon látok semmit. Jaj ne, elfelejtettem, hogy a kulcsot benn, nem hiszem el, ott hagytam bent a izébe. Mi az, hogy véletlen elhagyta? Tehát hol hagytad el a kulcsot? Nézzünk egy ilyen kis izébe, hol tudtam volna ezt elhagyni? Hát, annyi a lényeg, hogy a malackajába raktam valószínűleg véletlen, vagy nem tudom, mikor megfogtam, azt megettem malacc valószínűleg. Miért adta volna oda a malacnak a kajájába? Miért tartanánk mi malacokat? Nem is tartunk malacokat, szóval hát, biztos, hogy képzelődik. Jó, oké, az előbb hazudtam, igazából nem is valamon tesz, hanem a gyógyszereket, hanem állatokon szoktam, és hát ezért volt véletlen. Aha, tehát az egész csak átverés, és konkrétan állatokon kísérletezik. Igen. Értem. Jó, ja, most leboxoljam, vagy ilyenkor mit kell amúgy csinálni? De most komolyan? Miért? Nem hiszem el, miért ez tök törvényes egyáltalán állatokon kísérletezni? Hát biztos én állataim, nem, hát azt sem akarok. Aha, értem, tehát úgy gondolja, hogy a saját állata, szóval értem, oké, jól van. Nagyszerű, jó, hogy jutunk ki, inkább azt mondja meg? Hogy kéne innen kijutnunk? Hát figyelj, kettő lehetőségünk van. Egy az, hogy megvárjuk, amíg az állat kakil, vagy belem zsugorodunk, vagyis igazából te bele zsugorodsz a malacba. Jó, oké, na, szóval kezdjük ott. Én nekem nem nagyon van kedvem megvárni azt, amíg a malac nem tudom mit csinál. Tehát igen, igazából akkor majd inkább a zsugorítás részét választanám, hogyha most erről van szó, de nem akar... Miért nekem kéne mennem? Miért nem maga megy bele? Hát valakinek itt kint is kell figyelni, tudod, ja, ha igen. Ja, persze, igen, valakinek kint is kell, jól van, igen, jól van, persze, jó. Hát, ja. Igen, na, akkor legalább hadd már magammal pár potit meg ilyenek. Hát, nem tudom, mik vannak, esküszöm, elviszem. Legalább akkor már hadd élvezzem majd ki ott a benti létet, vagy valami, érted? Na, jó, szépen összefogoltuk magunknak a potikat. Nagyon jó, oké, és na, és hol van ez a malac? Hol rejtegette? Itt? Hol itt? Itt a festmény? Ja, de... Most ez komoly? Ha-ha. Szegény malac! Szia! Szia, Röfi! Hello! Kicsikéltem, hogy rosszul is néz ki, lehet rajta látni, hogy maga kísérletezik rajta, maga őrült. Na, oké, jó van, és hogy kéne összezsugorodnunk, vagy hogy működne? Hát annyi a lényeg, hogy majd adok magának egy ilyen gyógyszercuccot, azt beveszi, azt összemegy, ennyi a lényeg. Jól van, oké, hát akkor adja azt a potit. De várjál, hogy fogok tudni kijutni egyáltalán? Tehát hogy lesz az, hogy én kimegyek, Hát majd a malac hátuljából gondolom majd valahogy. Jó, oké, jól van. Hát oké, és aha, jó, oké, rendben, akkor tehát rádióban fogunk beszélni valahogy, jól van. Akkor menjünk, jó, oké. És hogy fog ez működni? Valami potit be kéne adni akkor? Hát, ja, igazából maradjon egy helyben, és akkor mindjárt adom a potit. Aha, oké, jól van. Dobhatja, én készen állok. 3,
Kettő? Ja, oké, okay. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megvárt. Jó, amúgy még nem nagyon érzek semmit. Nem nagyon érzek semmit, nem egy tudom igazából. Egy pillanat szerintem. Fogalmam sincs semmi, egy kicsikét kezdek szédülni, ahogy érzem, de... Nagyon még úgy semmi nincsen, doktor úr, professzor úr. Kezdve nem jó lenni. Doktor úr, ez biztos, hogy jó volt, vagy professzor úr? Jézusom, uram, atyám, kajak bementem a izébe, és komolyan a száján keresztül engem csak így berakott, mi hogyha megesz, vagy valami. Jézusom, na jó van. Amúgy eléggé királyul néz ki egy malasznak a belseje. Vagy lehet, hogy csak a sok idióta gyógyszere miatt néz ki így egy malasz? Na jó, nem tudom. Oké, amúgy meg is van az első hatékony dolog, amit tudunk használni, például a lassú zuhanás. Amúgy srácok, még amúgy nem is nagyon köszöntem be a videóba, szóval sziasztok Ali mindenkinek, egy laza 6 perc után. Hogy esetleg tetszik amúgy majd a videó, akkor mindenképpen dobtok egy lájkot, sziasztok fel meg minden, és nyomtok meg a csengőt. 3-ra, 1-2-3, és most, és mindenféleképpen írjátok le a kommentbe, hogy szerintetek normális ez a izéi professzor, aki átkon kísérletezik. Én hallom, amit mondasz, szóval ne beszélj rólam. Jó, nem mert akkor, hogy közben hall engem rádión, full nem érdekel. Na jól van, menjünk valahogy le, és próbáljuk meg megcsinálni ennek a buta professzornak a cuccait, amit elrontott. Remélem, úgyhogy nem nagyon fog elmúlni ennek a lassú zuhanásnak a hatása, amíg leérek. Ahogy ez eléggé király. Eléggé királyul néz ki mondjuk így a egész cuccnak ez a belseje. Oké, és jól van, na. Lenni is nagyon királyság. Na, a következő. Ú, de jó, van nem tűzállóság? Hát nem nagyon, de legalább regeneráció van, az is valami. Jól van, hát reméljük, hogy nem megyünk bele a lávába, próbáljuk meg minél jobban kikerülni. Azért nem lenne túl jó ötlet bele sétálni, azt meghalni úgy, ahogy vagyunk. Oké, okay. Jól van. Jézusom, oké, okay. Jól van, csak nem halunk meg. Jó, oké, okay. És jól van, nyugi. Jaj, Jézusom, fél HP. Jó, oké. Hú, jól van. Halleluja! Jézusom! Azért ez nagyon-nagyon közel volt! Jó, több ilyen hibát nem kéne vétenünk. Jó, meg kéne várni, hogy legalább feltöltődjek valamennyire. Oké, még azért van valamennyi regeneráció, legalább magasugrás. Magasugrás, annak lehet, hogy használt tudjuk venni. Jó. Oké, mondjuk annyira, ez mondjuk annyira nem ugrik azért magasat, de ez is valami. Oké, és jó. Jó. Miért? Jó. Nyugi. Jó, gyors kajálunk, hogy töltődjön a HP-nk. Oké, okay. Jó, hú, halleluja, jó, kiütöttünk. Oké, okay. Nem tudom, hogy ez mi volt, ez lehet valami gyorsabb, vagy mit tudom én, de azért eléggé para. Jaj, mi vagy te? Hello, szia, bogár. Professzor úr, itt van valami bogárféle, ezek mik? Ja, azokat nemrég raktam bele a ládza állatba kísérletként, meg ilyenek. Aha, értem, tehát ez is valami mellékhatása az ön gyógyszereinek. Nagyon király, jól van. Oké, hát persze, szegény malacot tönkre teszi, látja? Legalább kiírtom belőle ezeket a cuccokat, aztán majd szabadon engedjük. Nem fogod szabadon engedni az én malacom. Dehogy nem szabadon fogjuk engedni, szegény röfit. Na, de nézze meg, egyre több van. Folyamatosan támadnak ezek, nem akar valahogy segíteni? Vagy valami? Ne, jó, gondoltam, hogy nem tud azért onnan kinderől segíteni. Jól van, oké, nem baj, üssük szét ezeket, legalább segítünk szegény röfinek. Na, gyerünk. Jó, egy szét kell, szétütlek, jó. Oké, van még egy. Váltok, mi lenne amúgy, hogyha beleütném a lávába? Ez ki jó ötlet. Üssük be a lávába. Menj a lávába! Úgy van, ha, easy. Jól van, oké, és nagyon király. Na, mi az utolsó hely? Oké, na váltok, van esetleg éjjellátásom? Jó lenne amúgy, ha esetleg lenne éjjellátásom, de nem nagyon van. Jó, mindegy, nem baj, megpróbáljuk szépen akkor kivinni ezt a ugrálós feladatot itt. És nézzem, még egy bogár. Ez utolsó bogarat, jó, ez easy volt. Jó, na, gyors ezt a jumpot, akkor itt kivisszük. Ezek, gondolom, hogy ezek valami vérsejtek lesznek, nem? Fehér vérsejt, vörös vérsejt, vagyis logikus. Végül is, ja, hogy ilyen cuccok vannak egy malac testébe, vagy nem tudom. Jó van, oké, gyerünk már! Jaj, ennyire nehéz sejteken ugrálni? Sima jumpbox cuccokon sokkal könnyebb volt még régen. Jaj, na gyerünk már! Gyerünk, de... Nem bírok ugrálni ilyen vérsejteken. Ez egyszerűen nehezítés, de komolyan. Na figyeljtek! Uá, oké! Uá, tap, tap, da, de! Jézusom! Már nagyon-nagyon közel voltam! Ne már! Jó, nem baj. Jó. Hogy nem működik? Nem megy egyszerűen. Sehogy nem bírom kívülni, na váltok. Mi lenne, hogyha esetleg magasugrásom már nincs semmi? Nem nagyon látok már magasugrást, viszont lassú zuhanásom úgy van. Azt tudom, hogy nekem olyan segíteni, vagy nem? Hát,
Hát, jaj, jó, oké. Okay. Hát, mit is mondjak? Nem hiszem el. Na jó, hát ez egy kicsit inkább nehezítés, mint egy könnyítés lenne. Jó van már? Na, szóval, ide megyek. Jó, amúgy nem rossz, tud segíteni. Jó, oké. Okay. Jó. Jó, oké, okay, oké, okay, jó, ez egy kicsit talán segítség. Aha. Jó, nem annyira rossz. Jó, oké. Okay. Jó, itt vegyetem valami csontra, nem tudom, hogy ez milyen csont, de biztos valami nagyon fontos csont. Oké, okay, és na, szóval mennyi van még? Oké, okay, még van valami lassú zonásom. Hát a méregpót nem hiszem, hogy segíteni fog, egy víz alatt légzésbe veszek úgy csak a vicc kedve. Miért? Miért? Ne szívass már! Nem hiszem el. Na jó, nem baj. Nyugi. Nyugi, 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 nincsen semmi gond. Mindjárt visszajutunk egy másodperc alatt. Oké, okay, jó, király. Jó, oké, okay, na most veszük be a következő lassú zuhanást. Nehogy elfogjunk meg ilyenek. Én ezt nem bírom. Na jó, nem, 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 nem. Én ezt nem bírom. Én ezt nagyon nem bírom. Mindig annál esek le. Nézzem meg ezeket, már full könnyen kiviszem, meg minden. És folyamatosan annál leesen, várjátok. Ide hátra. Ne, de nagyobbat ugrik, nem hiszem el! Gyerünk. Jó, oké, okay, megvan. Jó, oké, okay, oké, okay, oké, okay, jó, ne, ne, nem, 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 nyugi, csak nyugodtan, ez az, jó, de ne, nem, nem, és leesik, nyugalom, oké, okay. Jó, jó, oké, okay. Jó, nagyon jók vagyunk, egy, és, jó, megvan, hú, és itt a kulcs, most ez komolyan, itt van a kulcs, hogy ragadt ide fel? Jó, oké, okay. Meg vagyunk, és itt kéne vajon kimennünk? Ez a malacnak lenne a hátsó fele? Biztos, hogy én itt akarok kimenni? Biztos? Jó van, oké, okay. Megpróbálunk akkor itt kimenni. Hú, ha kijutsz szóval... egyből nagy lesz, és más lehetőséget nincsen, csak okay, szóval amint kijutok egyből nagy leszek, jó, akkor 3, 2, 1 és gó! Ah, oké, okay. Jó, azt hiszem, hogy uram, atyám, de büdös vagyok. Fújj, de nem, tényleg. Jézusom! Jó van, köszönöm szépen, kedves orvos, doktor, nem tudom mi vagy, jó vagy professzor. A malac szépen elmegy, ő biztos, hogy nem fog itt maradni. Megvan a kulcs, és én ezennel felmondom, nem fog olyan professzornak dolgozni, aki állatokon kísérletezik, meg állatokat bánt. Szegény állat, most tényleg gondoljon már bele az ő helyzetén, meg ilyenek. Na, szépen elmegy, gyerünk, menjél malac, nem? Jó, igen, úgy van, na, úgy van, igen, szépen ki. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltunk velünk ebben a videóban, hogyha tetszett, dobjatok egy like-t, iratkozzatok fel, meg minden, és ha még akartok több ilyen részt, vagyis több videót, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, írjatok a kommentben, meg ilyesmi, és akkor találkozunk legközelebb. Én Nani voltam, és hát, ja, és sem mehetek a hashtag Röfi a chatbe, a kommentbe. Szóval, ja, aki esetleg szurkol Röfinek, hogy felépüljön. Na, sziasztok!